Üres utca, bezárt éttermek. Ez fogadja az embert szexált sétáló utcájában. A koronavírus járvány miatt a vendéglátósok ugyanis kénytelenek voltak első körben rövidített nyitvatartásra átállni, majd amikor jelentősen csökkent a forgalmuk a cégek munkahelyek bezárása és a kijárási korlátozás miatt, egyes éttermek határozatlan időre bezártak, mások átálltak az ételkiszállításra. A még működő éttermek ingyenes kiszállítással próbálják megtartani vendégeiket és némi bevételre szert tenni, ám ez az összeg csak az életben maradáshoz, a rezsijük kifizetésére lesz elég, a dolgozók bérét ez nem fedezi, mondja Kesszei Szabolcs, a 10 éttermet képviselő vendéglátó kerekasztal a Szexárdért Egyesület elnöke. Nyilván hallunk olyan híreket a városból, hogy megkezdődtek a leépítések. A többség egyelőre kitart. Nyilván volt a kormány részéről ez a fajta intézkedés, hogy a munkáltatói járulékokat elengedte, munkavállalói járulékokban kedvezményt biztosít, ez szükséges, de nem elégséges. Azt mondja, egy munkáltató akkor fizeti járulékot a dolgozó után, ha szüksége van rá, vagyis a járulékkedvezmény most nem jó megoldás szerinte. Keszthelyi Szabolcs most úgy döntött, az általa vezetett étteremnél csökkentett munkaidőt vezet be, senkit nem bocsát el. Azt látjuk, hogy 25 főnek most per pillanat ez nem tud egyfajta megélhetést biztosítani, de nem szeretnénk senkitől megválni, senkitől nem szeretnénk elköszönni, ezért úgy egyeztünk meg a kollégákkal, hogy ezt a feladatot valahogy egy ilyen csökkentett munkaidőben minden egyformán szétosztjuk, és egy egyforma keresetet biztosítunk mindenkinek. A szexárdi vendéglátósok abban bíznak, hogy az állam munkabértámogatást ad majd a munkáltatóknak a nyugat-európai országokhoz hasonlóan, így az állások és a munkahelyek is megmenthetőek lennének.